Kurvára nem ez a lényeg, hanem hogy én nem tudom, hogy fogok tudni leélni így egy életet. Nem kell így leélni. Egyszerűen csak időre van szükség. Mennyi időre mégis? Még egy annyi időt sincs, hogy megkérdezz tőlem, hogy esetleg én mit szeretnék. Tessék, Anna, mit szeretnél, mit csináljak? Ezt már ezerszer elmondtam. Szeretnék majd egyszer egy családot és egy gyermeket, akinek mindent meg akarok adni, de te nem tudsz ebből biztosítani semmit. Épp azon vagyok, hogy biztosíts. Nem, te azon vagy, hogy sikeres, elismert és kurva nagy író legyél. Figyelj, én próbálok veled is törődni. Értsd meg, egyszerűen csak egy kis türelemre van szükség. De elfogyott a türelmem, Oliver. 4 éve vagyok türelmes. Meddig legyek még türelmes? Ki kéne találni, hogy mit csinál? Nem csak beszélgetni róla. Ha nem teremtjük meg az alapokat, akkor nem lehet csak úgy lépcsőfokra. Filozófálsz, megint csak filozófálsz. Nem ez az nem filozófia. Alapokról van szó, hanem arról, hogy teszünk valamit, vagy nem teszünk. Hát azon ők itt Anna és Oliver. Amint látják, komoly párkapcsolati problémákkal küzdenek. Épp egy nem túl sikeres konfliktus kezelésnek vagyunk a tanúi. Érdemes megfigyelni, hogy a lány mennyire intenzív, mennyire elfogyja Olivért, aki pedig ott hibázik, hogy teljesen megadja magát, és nem vesz részt érdemben a kommunikációban. Semmi konkrét nem történik, csak kifogásokat hozol napról napra. Hogy mi az, hogy semmi konkrét nem? Azon vagyok, hogy haladjunk előre egy kicsit, és semmi türelmed nincs. Elnézést, lehet fényképet csinálni? Természetesen. Amint mondtam, az egyetlen szabály az, hogy sem fizikailag, sem verbálisan nem lehet kapcsolatot teremteni velük. Ők is teljesen ignorálni fogják őket. Különben mindent lehet. Nyugodtan fényképezzenek, fogják meg a személyes tárgyakat, nézzenek körül a lakásban, stb. Az a baj, hogy téged semmi nem érdekel az íráson kívül. Hogy mondhatsz ilyet? Sajnos ez van. Jó, figyelj. Elnézést, itt nem írja, hogy kik ők a való életben. Erről lehet tudni valamit? Nem, sajnálom, erről nem mondhatok semmit. A kiállítás egyik irányelve az, hogy megőrizzük az anonimitásukat, amennyire ez lehetséges. De van amúgy rendes polgári foglalkozásuk, nem? Mint mondtam, erről nem mondhatok semmit. Kérem, élvezze a performance-t. Elnézést. Az a baj, hogy ez nem elég a megoldáshoz. Én nem fogok tudni leélni így egy életet veled. Ennél nekem már többre van szüksége. De előbb-utóbb meg fogom tudni adni. Megint ezek a kurva előbb vagy utóbbok, Oliver. Ezekre nem lehet alapozni, ennél egyszerűen több kell. Rendben van. Arra kérem a kedves látogatókat, hogy fáradjanak át a következő helyiségbe. Aztán a bemutató után vissza lehet térni ide is. Erre tessék. Megoldjuk valahogy, jó? Semmit nem fogsz megoldani ezzel.
Mondanál róla valamit? Ja, igen, persze. Elnézést. Szóval ő Tamás, 38 éves. Egy nagyon csúnya válláson van túl. Pár héttel ezelőtt kellett volna látniuk. Alkoholista természetesen. De ahogy látom, most már kezd kilábalni belőle. Teljesen szét volt csúszva. De azt hiszem, hogy most már elindult a javulás útján. Nem gondolják? Miért váltak el? Hát ugye szokásos. Nem voltak boldogok. Rendben, azt hiszem, hogy itt már nincs több látnivaló, úgyhogy talán majd később visszajövünk. Tessék, menjünk tovább. Kérdeztetek valamit Annáról és Olivérről? Természetesen. Nem volna jobb nekik, ha szakítanának? Hát ezt nem mi döntjük el. Teljesen az előadóra van bízva, hogy hogyan bonyolítja az életét. De ha az én személyes véleményemre kíváncsi, akkor azt mondom, hogy nem. Szerintem nem volna jobb. Köszönöm. Csak nyugodtan, ne zavartassák magukat. Nézzék meg közelről. Nos, mit szólnak a mi unatkozó egyetemistánkhoz? Pedig a látszatcsal igazából rengeteg problémája van. Tudják, folyamatosan megbukik az egyetemen, nincs pénze. Ha meg van, azt rögtön elkölti gyors ételre, meg hasonló dolgokra. Igen, szóval teljesen kilátástalan az élete. És hát csak így tudja megoldani a problémáit. Tessék, menjenek nyugodtan. Kurátori döntés? Igen. Fel kell számoljuk Albertet. Rendben van. Tamásról valami? Ő még marad egyelőre. Jó. Zárjátok le a látogatói teret. Minden rendben. Nem, Olivér. Szerintem sem. Nem mi? Nekem már nincs energiám ehhez, érted? Én értem. De akkor most mit csinálj? Költözz el. Miért nem jó minden úgy, ahogy van? Én próbálok változtatni. Ez kevés, Olivér. Ez egyszerűen nem elég. Nem mondhatod valakinek, hogy
De, elégedj meg ennyivel, ez így pont jó neked, de... Kérlek, menj el most. Én nem akarok. Ő se ezt akarja igazából. Én se akarok egész nap azon agyalni, hogy akkor most mi lesz velünk. És akkor szépen véget vetsz neki. Nice. Kérlek, menj el. Nem elhamarkodott ez egy kicsit? Teljesen más dolgokat akarunk, és egyikünk se fog megváltozni. Jó. Jó, akkor összeszedem a cuccaidat. Nem értem, miért nem úgy van megírva ez a sztori, hogy szépen megküzdesz érte. Kérlek szépen. De ne kérjed, hanem küzdjél meg érte. Anna. Nekem is volt már hasonló helyzetem, és kurva szar volt a Anna. Érte. Kurva szar. Sajnálom, Albert. Maga vonza a legkevesebb látogatót. Csak egy kicsivel kellett volna többet produkálnia. Pedig rengeteg potenciál volt magában. Vihetik. Biztosan ezt akarod? Igen. Ne csináljátok ezt, na. Tudom, hogy szeret meg minden, de nem tudjátok egy percre abba hagyni. Anna? Oliver? Amúgy mit csináltok, amikor nem előadtok? Kint is együtt hagytok? Komolyan, azt mondták, hogy rátok van bízva a sztori. Azt ne vidd el, kérlek. Hol van? Te is lehetnél egy kicsit megértőbb. Menj most el, jó? Én? Anna. Anna. Akkor majd később visszajövök.
Mit csinál? Nem tudom. Csak az Oliver dolgait pakold. Ez mehet? Igen. És Oliver? Raktárra kerül egyelőre. Túl sok egyedülálló férfink van így is. Lehet, hogy kellene néhány új szabály. Túl sok látogató akar beavatkozni. Lehetnének igazi performanszok. Nem. Pont az a lényeg, hogy itt igazi életek vannak. Maga mit csinál? Nem zártátok le kint? Mit keres maga itt? Azonnal távozzon. Nem kellett volna már felkelnie, vagy ilyesmi? Betekinthet mások életébe, a nyers valóságba, mindezt az élet maga természetességében és kendőzetlenségében. Tehát nem. Mi történik itt? Semmi, ami magát érinteni. Kérem, hagyja el ezt a helyet. Mit jelent az, hogy raktára kerül? Kérem, látogatói kártyáját. És hagyja el ezt az intézményt. Nem lehet velük már kint találkozni? Távozzon. Most. Folytassátok. Tamás. Tamás felkelhet, hiteles volt a halála. Nincs valami baja? Nem tudom. Nézd meg a pulzusát. Hogy? A kezét? Nyakát. Gondolom úgy szokták. Filmekben mindig a nyakát nézik. Nem érzek semmit. Várj. Na jó, tényleg nem érzek semmit. Szóljunk valakinek? Nem tudom. Mindegy. Menjünk.
Jöjjenek csak. Ő itt Anna. Nemrég szakított a barátjával. Még frissen a szakítás utáni állapotban van. Egy több mint 4 éves kapcsolatnak van vége, de azért elég jól viseli. Nem gondolják?